Megerszültet a mandula. Pontosan 10. 10 kocsi? 10 kocsi lesz, aha. 10, most jön a 10. Ja. Lassan a kígyó a farkába harap akkor. Hát azért az, az itt nálad még kurva messze van. Ne lögdözd a kezem, bazd meg! Kutyukra! Mondom, hogy ne lögdözd a kezem! Nem lehet így filmezni! Tőletek már, na! Faszom, ki van? Hát tulajdonképpen összesen, ha Csaba meghozza, akkor 11 vagonom lesz. Mond, ha? Ha meghozza a Csaba, akkor 11 személykocsim lesz. Minden. Nem, akkor ez 10. Ez 9. Ja, csak 9? Aha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Egy átlagosan egy 2,5 kocsis szerelvény, 4 fele. Ne, most gondold vele, hogy a... Itt én a kis kéttengelyeseket, vagy húzza a stanci, vagy valamelyik. De hát ugye ahhoz kell az akkumulátoros kocsi, és az mindjárt egy teherkocsi. Az meg egy teherkocsi, meg nehéz. Tehát elég az neki. Persze. Ajaj, most a 2 MK az megbírkózik a feladattal. De ezeknek kilóra is már súlyuk van. A Csaba? Beengedjük. Ja, ezért? Leállt a ezért. Pont a végén az utolsó? Pont az. Aha, már kitérő. Lehet, hogy pont ez a... Thank you.
bazott hosszú ez így. De nézd meg, milyen jól néz ki. Hát jó. Ez tény. Szép darab. Mindegytől. Vérnek úr is időnként speciálisan gondolja dolgokat. Be is megyek a városba, mert villamos ágyazatát.